Sziasztok! Egy nagyon izgalmas projektet hoztam el a mai napra nektek, ugyanis össze szeretném hasonlítani, hogy melyik a fárasztóbb, a futás vagy a trampolinpark. Én azt gondolom, hogy a köztudatban a sportolással az egyenlő, például a futás egy ilyen dolog, hogy elmész, az nagyon fárasztó, és amikor trampolinparkba megy az ember, az mi szerintem is? Szerintem csak móka és kocagás. Azt hiszi, hogy én oda csak szórakozni járok. És emiatt a mai hipotézisem nekem az lesz, hogy a trampolinparkban jobban elfáradunk, mint mondjuk a futásban. És ezt mi alapján fogod eldönteni? Én kérlek, a Galaxy Watch-omon fogom, a kalóriaszámot fogom nézni, és ezért próbálok majd ilyen hiteles, meg fair dolgon csinálni ezt az egészet, tehát például a futás nem az lesz, hogy én most maximum futok egy 10 kilométert, 4 perces ezrekkel, hanem... Hát örülök neki, mert megyek veled. Próbálom az ilyen átlagot belőni, elmegyünk egy ilyen 5-6 kilométerre, és azt szerintem egy ilyen 6 perc környéki ezrekkel szeretném futni. Illetve majd a trampolin parkba is nem az lesz, hogy én most nyilgázom, 2 órát ott lenyomok, hanem ott, ami átlagos szokott lenni, 1 óra trampolin parkozás. Rami, szerinted mi lesz az eredmény? Hát én most azt gondolom erről, hogy szerintem futással lehet több kalóriát égetni. Na, akkor meg is van az ellenoldal. Szavazásban nyomjatok rá, hogy szerintetek melyik lesz a fárasztó, melyik lesz a több kalória. Hát ez egy hosszú és fárasztó nap lesz, 2 sportolással, ennyit nem szoktam mostanában futni, mert éppen ott van mögöttetek Oliver, és ő ezt nem hagyja. De kezdjünk is neki! Indulás futni! Múlt héten normálfán kitettem egy futós sztorit, és sokan kérdeztétek, hogy milyen stabilizátort használok. Na már most az S10 Plusnak van szuper stabil videómódja, amiben most is veszünk, és mozgás közben is ilyen kiváló felvételeket tudtok vele készíteni, úgyhogy nagyon ajánlom nektek ezt. Végeztünk a futással. Hú, menjünk fel, mert Oliver is nagyon vár, már minket meg majd fönt zumbázunk. Hú, na ez király volt, Ramikám, köszönöm a kamerázást! Kívesen! Jó, na nézzük, hogy is volt ez az egész! Na, megjöttünk, na nézzük, mi is van. Szóval 46 percet futottunk, de ez egy óra volt összességében, mert bemelegítettünk is, hasznos volt, meg most itt lenyújtottam a végén. 6,65 km volt, és 555 kalóriát mutat ez nekem. Ami meglepően sok. Lehet, hogy hozzájárult az is, nem Rami, hogy hóba futottunk. Sok ilyen kigyorsítás volt a kamerázás miatt, azért volt, hogy letettem a kamerát, elfutottam vissza. Emelkedőre is futottunk. Emelkedő is volt, tényleg. Szóval nem mondanám annyira átlagosnak most ezt a futást, a táv az volt, ez a 6-6 fél. Jó, legyen akkor ez az 500 körüli kalóriaszám, és hát kíváncsian várom, hogy a trampolin parkba mennyit fogok ledolgozni. Hát ott úgy látom, hogy ott is mennem kell majd végig. Viszont ha már 2 edzésem is lesz ma, energia visszapótlás! A hidratálás fontosságáról már csomószor beszéltem nektek, hogy fogyasszatok vizet, meg hogy hidratáljatok sportolás közben, és ma nekem 2 edzésem is lesz, meg én sokszor ilyen hosszabb távú edzéseket csinálok, és ilyenkor nagyon fontos, hogy ne csak vizet igyatok, mert az úgymond kimossa például az ásványi anyagokat is a szervezetetekből, úgyhogy én használok izotóniás italt, mégpedig a Cytec Endurance-nek az izohidróját, azt is almás ízben, mert ez a kedvencem.
Úgyhogy ezt nagyon javaslom nektek. Azért is fontos, mert az ásványi anyagok kiürülésével könnyebben elfáradsz, romlik a teljesítőképességed, akár izomgörcsök is lehetnek, és ezzel ezeket megelőzhetitek, és hát fogyaszthatjátok edzés közben, előtt és után is. Úgyhogy én ezt így teszek, hosszú napom lesz, az itt van velem mindig, és hogyha más energia pótlati... Viszont, hogyha kifejezetten az edzés után szeretnétek az energiaraktáraitokat feltölteni, én ajánlom nektek a Recovery Complexet. Viszont erről most nem szeretnék hosszabban beszélni, de nagyon szívesen teszem egy másik videóban. Ha ez érdekel titeket, akkor írjátok le kommentben, és tök szívesen beszélek erről, hogy hogyan kell használni ezeket a táplálék kiegészítőket, kinek van rá szüksége, stb. Írjátok le, hogyha ez érdekel titeket, és csinálok erről is egy videót. Jó kis nap lesz ez a mai. Végre tudok jó sokat mozogni. Kicsit hiányérzetem volt ezzel kapcsolatban. Mert Oliver mellett van, hogy edzeni sincs időm, se normálisan táplálkozni, se pihenni. De ma ez egy ilyen nap lesz, úgyhogy irány trambulin parkozni. Na és hát meg is jöttünk a második helyszínre. Szerencsére nagyon kevesen vannak, úgyhogy tényleg úgy fogom, mintha először járnék itt a trambulin parkba, és ki fogok próbálni minden egyes elemet. Megpróbálok egy intenzív órát nyomni, hogy mégis hasonló legyen a futáshoz. Most egy kicsit hangos a zene, de hát itt este buli van. A Samsung Health-ben sajnos nincs olyan, hogy trambulin funkció, úgyhogy én az egyéb edzésre fogok rányomni. Kezdjük is az órát! Na, a bemelegítés után azt szoktam csinálni, hogy ezeknél a dobozoknál szoktam ugrálni, felszaltózgatni, átugrálni őket, úgyhogy most jöjjön ez! Ezt követően ezen a hosszú szőnyegen szoktam ugrálni. Most, hogy bemelegítettem, a ninja pályán rég mentem már, úgyhogy most ezt is kipróbáljuk, mintha tényleg először járnék itt. Csak szuszorban elfáradtam. Volna, hogy megy még. Na, gyerünk tovább! Komolyan mondom, ezen a slackline-on van a legmagasabb a pulzusom, annyira visszatartom a lélegzetem, meg annyira koncentrálok. És amúgy fél időnél járunk, és kalóriaszámon nem ott tartunk, ahol gondoltam. Nem akarok spoilerezni, nyomassuk tovább! Ezt nagyon szeretném egyszer beadni, hogy arlapparról egy ugrással a töntő trambulira ráugrani, de még messze vagyok tőle. És hát most szólt az órám, hogy letelt az egy óra, úgyhogy le is állítom és szumázzunk. Jaj, na hát hazaérkeztem és már mindenki alszik. Úgyhogy nézzük is, hogy mi az eredmény. Letelt az egy óra ugrálás, de én még utána maradtam egy fél órát, szóval így másfél óra lett az összidő. És ez alatt, ha megnézitek, 525 kalóriát égettem el. A futás viszont így 46 perc volt, és így volt 520 kalória. Futás után nem fáradtam el ennyire. Igaz, hogy az nap elején volt, most meg már azért este van így a trambolin után. A trambolin után mindig ezt szoktam érezni, van egy ilyen nagyobb fáradtság.
valószínűleg azért is majd több izomcsoportot mozgat meg, le kell győzned a félelmed, meg sokkal jobban kell koncentrálni, és az nagyon fárasztó tud lenni. Szóval összességében nem jött be, amit gondoltam, hogy a trambulin sokkal fárasztóbb, hanem inkább ez a kicsit alacsonyabb pulzus, de tartós mozgás, ez több kalóriát éget le, ha most a kalóriáról beszéltünk az elejétől fogva, mint az, hogy itt most valamit nagyon magasan van a pulzus, mert valami nagy dolgot csinálok, de utána meg lihegek és pihenek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis projekt igazából, csak azt arra akartam rávilágítani, hogy ne csak fussatok, hanem használjátok más mozgásformákat, és próbáljátok ki új dolgokat, és ezzel színesíteni tudjátok az edzéseiteket. És ezt szeretném megköszönni a Cytec-nek, hogy ezekben a mozgásokban és hát az edzésekben támogatnak, illetve a Samsungnak, hogy ezeknek a megörökítésében és a monitorizálásában is segítenek nekem. Hamarosan jelentkezem egy újjal, dobjatok rá egy lájkot, ha tetszett, és sziasztok!